2017. április 23-án vasárnap Senior Sportkavalkád címmel rendezett nagyszabású sportos tavaszköszöntő rendezvényt az Új Kazinci Baráti Kör, melynek mottója nem csak a 20 éveseké a világ. Térségünk nyugdíjas klubjai szervezetei vettek részt több mint 250 szépkorúval. Nehogy azt higgyék, hogy az idős emberek nem sportolnak, meg nem mozognak, mert aki tud és bír, nagyon szívesen és lelkesen játszik, segít, sportol, unokákkal is sportol, mert az is egy jó sport, hogy az unokákkal játszóterezik, és egyéb helyekre kísérgeti, sportolási dolgokra is. A baráti kör az elmúlt évek során jó kapcsolatot épített ki a környező települések, civil, sport és kulturális szervezeteivel, valamint a települések polgármestereivel. A rendezvény fő támogatói Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat, Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, a Borsod Média Ügynökség és a Don Bosco Sportközpont volt. Azt gondolom, hogy az ország bármely pontján nagyon fontos lenne, hogy ilyen és hasonló jellegű rendezvények kerüljenek megrendezésre. Az Új Kazinci Baráti Kör mert egy nagyot álmodni, és létrehozta az első szenior sportkavalkádot. Jó szívvel támogattam a rendezvényt, mert azt gondolom, hogy mai rohanó világunkban mindenkinek szüksége van a mozgásra, szüksége van a sportra. Nem csak a fiataloknak, hanem a fiatal nyugdíjasoknak is. Látszik, hogy mégis sikert ért el a kezdeményezés. 10 csapat vonult föl a parketten, akik a mai nap folyamán végig fogják sportolni. A rendezvényen részt vett Szitka Péter, Kazinc Barcika polgármestere, és Seres Otto, a Don Bosco Sportközpont igazgatója. Rengeteg fiatalos, sportos rendezvényünk van, és sport oldalról itt volt már az ideje, hogy a kicsit idősebb korosztály is megtalálja itt a számítását a sportcsarnokban. Tehát mikor megkerestek minket, én azt mondtam, hogy támogatjuk teljes mellszélességgel a rendezvényt, és én úgy gondolom nem bántuk meg, mert a mögöttem látható tömeg és a csapatok létszáma igazolja azt, hogy ez egy nagyon jó döntés volt a részünkről. Azért fontos és érdekes ez a mai napi összefogás és a rendezvény, mert egyfelől tudunk a nyugdíjas társadalomnak is mutatni kicsit másfajta szórakozási lehetőségeket, és egyre többen fognak ugye a nyugdíjas korosztályból is szépen sportolni és eljönni és látogatni minket. Ez a két gondolat vezérel minket, egészséges életmód, és hogy ismerjék meg minél többen a Don Bosco Sportközpontot. A vasárnapi rendezvényen részt vett Albert Telep, Bán Horváti, a Kazincbarcikai Kórház Hospice osztály, Kurittyán, Múcsony, Rudolf Telep, Tardona, a Kazincbarcikai Teljes Életért Egyesület szépkorúi. A Rudolf Telepi Nyugdíjas Klubbal érkeztünk, ők saját maguk szerveződtek körülbelül 2 évvel ezelőtt, és mindenhol ott vagyunk, ahol csak lehet. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a mai rendezvényen is itt lehetünk. Lázasan készültünk jelmezekkel és egyéb dolgokkal is. Mi a véleménye a mai sportnapról? Miért tartja jó ötletnek? Nagyon jó ötletnek tartom, és minden elismerésem az Új Kazinc Baráti Körnek, hogy létrehozták ezt a mai napot. Én hálás vagyok, és kívánom, hogy legyen ez a mai nap hagyomány, és én úgy érzem, hogy a nyugdíjas embereknek szükségük van arra, hogy együtt legyünk, és egy kicsit örüljünk egymásnak.